Köszöntöm Önöket, Molnár Csilla vagyok. Szépen indult a március, napsütéssel, meleggel, igazi tavaszias idővel. Nos, azért megmutatja magát egy kicsit még a csípősebb idő is. Hideg front érkezik hozzánk, pontosabban érkezett hozzánk az éjszaka, emögött pedig az északnyugati szél megerősödik, szállítja hozzánk a hideget, így fagyokra is készülni kell a folytatásban. Mindemellett kevés csapadékot is kapunk. Nagy mennyiségű csapadékra azonban nem kell számítani, viszont északon és keleten a fagyzugosabb helyeken akár havas eső és egy-egy kisebb hózápor is kialakulhat, de zömmel a Kárpát-medence legnagyobb részén értelemszerűen esőre kell számítani, hiszen a csúcsértékek egyelőre még 10 fok környékén alakulnak. Bár a Kárpát-medence északi részén inkább 10 fok alatt mérhetjük a maximumokat, délen viszont még 12-13 fok is előfordulhat. Itt eleinte még némi napsütésre is számíthatunk, majd gyorsan megvastagszik a felhőtakaró a hideg front hatására. Az északnyugati szél pedig nagy területen lesz erős, de a Bakonyban viharos lökésekre is számíthatnak az ott élők. A nap második felében, késő délután, este fele viszont észak felől határozottan csökken, szakadozik a felhőzet, így szerencsére a hétvégén a hideg ellenére kicsit napsütéssel töltődhetünk, ez kárpótol majd bennünket. Szombaton viszont már mindenütt 10 fok alatt alakulnak a maximumok, és nagyon csípős lesz az éjszaka, és a fagyzugos helyeken a mínusz 10 fokot is közelítheti a hőmérséklet, de vasárnap hajnalban még el is érheti. Vasárnap viszont már a délnyugati szél szállítja hozzánk a melegebb léghullámokat, így néhol lehet ismételten 10 fok. Hétfőn viszont egy újabb hidegfront, egy nagyon gyenge hidegfront torpantja meg a felmelegedést. Nagy változásokat ez nem hoz, nagyon kevés csapadékot szállít csak, így kettől folytatódik újra az egyre tavasziasabb és napos idő, és a jövő hét második felében már ismételten a hőmérséklet is magasabb tartományban lesz. Köszönöm a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!